Leütötték Cucorelli Endrét a tokai írótábor egyik rendezvénye után, az író súlyosan megsérült, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Az egész egy megjegyzéssel kezdődött. Cucorelli odaszólt az így írótársának, hogy hamisan énekel. Ő azonban erre megütötte ököllel. Csender Levente ittas volt, azt mondta, a hirtelen felindulásból ütött, de megbánta, és már bocsánatot is kért. Itt ennek a pincének a teraszán történt az incidens még tegnap előtt este. Két asztalnál odébb néhányan hangosan óbégatnak, egy fiatal ember hangosan énekelt, és kászoltam neki, atyailag féli tévhásán, hogy nagyon hamisan énekelsz. Mire aztán visszafordultam a barátaim felé, és utána csak azt éreztem, hogy valaki teljes erővel ököl az arcomba üt. Cucorelli Endrét kórházba kellett vinni. Eltört az orra, és az arca is több helyen felrepett. Nem mentek az emberek közé, mert katasztrofálisan nézek ki. Egyszerűen egy ilyen hirtelen felindulás. Csender Levente már megbánta a tettét. Azt is elismerte, hogy nem volt józan, mikor ütött. Voltunk előtte két pincében, igen, tehát nem összességében, ahogy így összeszámoltam, körülbelül 1 liter tokait ittam meg, hát Tokajban mit csinálni az ember, borosztunk. Igen, tehát ez valószínűleg közre játszott ebbe. Csender Levente csak másnap szembesült, hogy milyen sérüléseket okozott. Ma reggel fölhívtam, és bocsánatot kértem tőle telefonon, és ő ezt elfogadta. Az írónak a táborból távoznia kellett. Az ügyet a rendőrség is vizsgálja, mert Cucorelli Endrének 8 napon túlgyógyuló sérülései vannak. Másnap reggel lehívtuk Leventét, aki bevallotta az esetet. A vallomását jegyzőkönyveztük, ezt már át tudtuk adni a rendőrségnek is használatra, és felszólítottuk a táborba való távozásra. Cucorelli Endre nem tesz feljelentést, az ügyben mediátor fog közvetíteni. Így nem lesz bírósági ügy a verekedésből.